Most már szabad beszélni, mert rendesül, ugye? Nyugodtan, de még lehúzok kicsit az nyavajra. Nagyon jó, de ne kezdjek el... Na mindegy. Szóval, igen, a Hackerspace-től jöttem, remélem a prezit is tudom léptetni, mondjuk nyomok neki egy ilyet. Tök jó. Közelebb a szemhoz is. Ennyire közel az tett? Jézus úr. Na, most már csak hallotok, nem? Bár lehet, hogy a mikrofon nélkül még jobban. Szóval, ugye a feladat, amit meg akarunk oda egy ilyen kívüli adatbázisra, az az, hogy szeretnénk bele minden kulcshoz egy értéket rendelni. Általában impliciten beleértjük azt is, hogyha egy kulcshoz, ami már létezik az adatbázisban, egy értéket írunk, az felmérje az előzőt. Van ilyenből egy csomó megkezdés társai, alapvetően nagyon-nagyon széles körülön használható, és tipikusan például MemcacheD is olyan, hogy nem mondja meg, hogy hogy struktúrálja benne lévő adatot, én adok neked egy halom byte-ot, ne foglalkozz el, mi van benne, én majd kitalálom, hogy mondjuk JSON-t rakok bele, BSON-t rakok bele, protobuf-ot rakok bele, és én egy ilyet fogok nektek bemutatni, hogy ez mégis miért jó, mint többi, ezt megpróbáltam kategóriákba szétszedni. Tehát például az API ellátottság egyébként baromi idegesítő, hogy én nem látom azt, hogy mögöttem, már pedig egy előadó, ne fordítson hát a közönségének. Szóval az API ellátottsága szélesebb, mint az átlag, tehát nem kezdőnél lehet, hogy trendi nyelveknél van. Az itt is megvan, hogy C-sharp meg társai, viszont itt ilyen régebbi dolgok is megvannak, mint például Erlanghoz, Haskellhez, Perlhez, tudom ebből az Erlang és a Perl, ami igazán régi. De lényeg, hogyha van már egy meglévő legacy rendszered, és azt be kell kötni ebbe, hogy tudjon kommunikálni egy újjal, akkor ezt is meg tudod tenni, és nincs az, hogy jó, neked túl régi a nyelved ahhoz, hogy ezt tudjuk támogatni. Ezen kívül a kulturális különbségeket is jól lefedi, tehát egy csomószor majd lefejeztek egy libe, vagy elsősorban Windowsra, és akkor minden Unicode, mármint ők UTF-16-ot Unicode-nak hiszik, na mindegy. Ugye? És akkor a Unixosok néznek, hogy ez hogy van, vagy fordítva megcsinálják Unixosok, és akkor a Windowsosok nem értik, hogy ez miért vár ilyen furcsa adattípusokat. Ez nagyon szépen natívan megoldja, és a háttérben elvégzi a szükséges konverziót. Ezen kívül nincs az a tipikus eset, ami például a C++-osok biztos ismerik, összelinkelnek egy könyvtárral valamit, és már egy másikkal nem lehet összelinkelni. Ez a kettő, mind a kettő külön tök jól működik, csak együtt nem. Na, itt nincsenek ilyen impedancia eltérések, mert nagyon jól beágyazódik az alaprendszerébe az egyes nyelveknek és kutató környezeteknek. Ezen kívül a teljesítmény elég jól növelhető azzal, hogy kihelyezzük az IO-t kernel térbe, és akkor sokkal kevesebbszer kell váltani a kernel tér és a user tér között. Ezáltal elég jelentős teljesítmény növekedést lehet elérni, nyilván ezért kicsit a beüzemelése nehézkesebb, de erre vannak a csomagok. Ezen kívül nagyon agresszíven kessel, hogyha úgy döntesz, hogy diszk alapon tárolod, mert mondjuk olyan az adatbázisod, ami nem férne el a memóriában, akkor is amennyi memóriát szabadon van, azt megpróbálja megtölteni cache-sel, hogy ne kelljen hozzányúlni a merevlemezhez csak azért, hogy betöltsön valamit, ha legutóbb hozzányúltál. Végül nagy objektumok esetén, mondjuk például felhasználó fotóit rakod be egy ilyen cache-be, akkor megcsináltad azt, hogy valójában nem töltődik be minden processbe külön-külön az az egy kép, hanem fizikailag egyszer van benne a memóriában, és azt meg az MMU és az oprendszer oldja már meg nekem, hogy el tudja mérni mindegyikbe külön-külön. Végül a legjobb az, hogy akár tömöríthetem is, tehát lehet mondani azt, hogy de miért rakok bele JSON-t, az eléggé verbosz. Be lehet tudani, hogy tömörítsen, nyilván ezzel CPU teljesítményt vesztek, viszont például a cache-be sokkal jobban beleférek, hiszen van, hogy a CPU bőven gyorsabb, mint a diszk elérése. Sőt, inkább az helyzet. Üzemeltetni is egyszerű, és ami nekem legjobban tetszik, hogy lehet online archiválni, tehát nem kell meg új archiváló eszközöket feltenni, egy csomó meglévő eszköz tök jól használható hozzá, és akár távol is elérhetem, tehát mostanában nem kezdődő és TCP-n el lehet érni másik gépről is, itt is megoldható, hogy máson elérjem, akár ehhez titkosított protokollt is használhatok. És ugye mondtam az előbb a Discrum megkülönböztetés, szemoljuk MemcacheD valami direkt memóriában tárol, itt választható az is, hogy diszken tárolja a dolgokat, tehát ha elmegy az áram, akkor legalább amit már kiírt, az ott lesz. És ami előnyként felhozom, egy csomó régi rendszer támogat, úgyhogy nem fognak a rendszergazdák annyira csúnyán nézni rá. Végén már csak ilyen érveket találtam, hogy eléggé nagy nevek használják, és az összes elterjedt webszerver van támogatás arra, hogy ez kiszolgálja egy tisztességes REST API-n keresztül, és tök jó túlok vannak hozzá minden platformra. A neve az Myself Site, és az MSS Labs-nak a GitHub oldaláról elérhetitek egy szabad licensz alatt.
Én ennyit szerettem volna elmondani nektek, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Kérdések? Igen, ott pedig. Ez miért jobb, mint a Redis? Miért jobb, mint a Redis? Hangzott el a kérdés, hogy a kamerának is meglegyen. Azért, mert sokkal jobban össze van csatolva az eszközökkel. Például mit tudom, én azt mondom, hogy nekem van egy ilyen IBM-es nagygépes környezetem, abban is meg van írva a driver hozzá. Tehát egyszerűen a széles körű támogatottság, és mivel régebb óta létezik emiatt az, hogy egyszerűen többet tesztelték, és sokkal kiforrottabb megoldást ad. Igen? Bocsánat, én nem ismerem ezt, de hogy ez skálázható, vagy ez ilyen standalone? És ha igen, akkor konzisztens, vagy szeparáció? A kérdés az, hogy skálázható-e, konzisztens szeparációt tűr. Megfelelő op-rendszer és megfelelő implementációval igen megoldható, hogy konzisztens legyen, tehát ilyen acid-szerű működés is elérhető. És persze lehet azt is mondani, hogy én elviselem, hogy egy kicsit dirty lesz, és ő majd szinkronizálgatja magát. Sőt, akár olyan megoldás is elképzelhető, hogy egy ideig offline-ba kerül a dolog, és utána akkor ugye nyilván offline-ban nem fogod a frissítéseket megkapni a főszerverről, azt vagy mondjuk nagy latency esetén, viszont majd előbb-utóbb kapsz rendes adatot, nyilván ez te neked kell meghúzni határt, hogy az alkalmazásodnál ez hogy oldható meg. Tehát, hogy mi az, amit elbír. Még kérdés? Egyébként ezt szeretném megköszönni Stefánnak, tőle hallottam erről a kiváló eszközről még régebben, és nagyon szeretné ő is, hogyha mások is ismerjék. Igen, ott egy kérdés. Most már elkérdezek, ugye ez egy file rendszer? Így van, tehát ha megnézitek a karakterét, rendezzétek át, és kijön egy file system. Remélem most már értitek, hogy miért jobb, mint a Redis. Így van. Kié volt a legjobb kérdés? Fúha. Nehéz. Mi volt a kérdés? És ebben én is feltettem egy kérdést, és kvalifikálódom arra, hogy én kapjam a rendőrt. Szerintem a narancsárga felső úriember megérdemli a skálázhatósággal.